A tiszafüredi római katolikus közösség június 14-én Szentmisén köszöntötte az úrnapját. A templomban ezúttal is elkészült a virágszőnyeg és a stációk, amelyek nem csak díszítették a belső teret, hanem részét képezték a szertartásnak. Most egy összefoglalót láthatnak, kedves nézőink, erről az eseményről. Az úrnapja ünnep gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza, amikor Szent Julianna az eukarisztia ünnep létrehozása érdekében fordult a későbbi IV. Orbán pápához. A pápa 1264. szeptember 8-án kelt bullájában hirdette ki, hogy ezentúl minden évben a pünkös nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg az úrnapja ünnepét. Általános szokás ezen az ünnepen a körmenet és a sok virágdísz. Az úrnapi körmenettel Magyarországon is másutt is összeforrt a virágszőnyegek, a falusi virágsátrak, a virágokkal díszített oltárak képe. A körmeneten Magyarországon más országoktól eltérően 4 stáció van, 4 oltárt állítanak, amelyet a pappal és az oltári szentséggel végigjárnak a hívek. A stációknál jómot olvasnak fel, és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak, akiket a 4 égtáj felé osztott áldás akaratlanul is elér. Az úrnapi szentmisét Baranyák Béla, esperes plébános celebrálta. Tiszafüreden a virágszőnyeg elkészítését Fodorné Hámori Ágnes kezdeményezte több évvel ezelőtt. A szervezést azóta is ő végzi, amelyben a helyi kész csoport, az egyházközség tagjai és a katolikus iskola és óvoda képviselői vesznek részt. A viharos időjárásra tekintettel ezúttal elmaradt az a látványos díszítés, ami korábban a Deák téren, a plébánián és a templomkertben felállított stációkat és virágszőnyeget jelentette. Az ünnepi hangulatot a templom belső fehér textil és virág díszítése, valamint a szembemiséző oltár előtt és a padsorok között húzódó virágszőnyeg teremtette meg. A templom belsőben lezajlott körmenetet ezt a 4 stációt érintette. A szertartás ezen részénél és a szentmise befejezésénél már közreműködött Cókoly Sándor káplán is. Krisztus virágunkat, aki az oltári szentségben évetünk, vigasztalásunk és üdvösségünk. Ezek az evangélium. Áldunk, Jézus!
gyógyulásunkra rendeltél. Legyen orvosságunk a jelenben és a jövőben, Krisztus, ami Urunk tárta. Thank you.